A Pestent is Sportkastélyban február 21-én hagyományteremtő célral első ízben rendezik meg a Kispesti Bajnokok elnevezésű kispályás foci ahol pályára lépnek a klub meccsre nemigen járóám szenvedélyes szurkolói, illetve a 80-as években egyeduralkodó bajnokcsapat ászai, az öreg fiúk az ifjabb sztárokkal együtt Eszterházitól Détarinát Vadócig. Gyimesi László nagy generáció tagja, nyolcadik a kispesti meccs szám örökranglistán, a Kispesti Labdarúgásért támogató Egyesület elnöke és Kékesi Ferenc vezér, szurkoló a stúdióban, beszélgetünk erről a rendezvényről, meg hát a klubról, sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kinek volt ez az ötlete, miért most, és hát miért szükséges egy ilyen rendezvény? Meg hát még egy kérdés, hogy miért nem Kispesten van? Kispesten nem találtunk megfelelő sportcsarnokot, uh -huh hogy miért most, mostanra sikerült megszervezni. Az ötlet az már nagyon régi, mi erről már beszéltünk fél évvel, egy évvel, másfél évvel ezelőtt, hogy pont azért alakult a Kispesti Labdarúgás Támogató Egyesület, és azért nyitottuk meg a múzeumunkat, hogy lehetőséget adjunk a játékosoknak és a szurkolóknak a találkozásra bármikor, bármelyik nap, bármelyik időpontban. Most ennek a következő lépése, és reméljük, reméljük hogy hagyományt teremtünk belőle, ez a rendezvény, amit most szombaton kerül Uh -huh. Na most gondolom, gondolnám, hogy a klub vezetés égisze alatt, teljes támogatásával, részvételével ne folytassam. Így van a valóságban? Annyit kell mondjak, igen, tehát semmi ellenállás nem volt a klub részéről, uh -huh. ez majdnem olyan, mint a teljesen támogatnák. Uh -huh. Mármint, hogy... <gül> <gül> de igazából <laughs> akkor a, a klub ennek a szervezésében nem veszik. Nem is kértük. Nem hogy is kértétek? Nem kértük, viszont engedélyüket úgy kértük, meg részvételüket is, tehát a szervezésből mi kiveszünk a részünket. Uh -huh. A klub mennyire törődik korábbi nagyjaival? Te ezt most hogy látod? Azt mertem remélni a bevezető szöveget, hogy engem az újjászok közé sorolsz, nem hát, a régi Azért aki, az igen, az a igen, a, és a fogalmazva. És a régi ászok sajnos már egyre kevesebben vannak, mi törődünk velük. Mert azt mondtam, hogy vadó cig, vesző, gyimesi László, tehát ugye igen, tulajdonképpen... Igen, értettem, a V betű előtt igen, még igen, ott voltam, igen. köszönöm szépen próbálunk törődni, amennyi időnk és tehetségünk engedi mindenkivel. Ö, Feri, azt mondd meg, hogy szurkolók itt akkor egy, együtt és futballozhatnak a régi nagyokkal. Miért fontos ez a rendezvény? Picit közelebb hozza a szurkolókat a régi játékosokhoz, illetve hát az, új, az újabb generációhoz. Ezt tudni kell, hogy nagyon-nagyon sok mai fiatalnak még bárányos volt a példaképe, nekünk inkább a laciék, tehát mi egy vagy kettővel inkább idősebb korosztály vagyunk. Ez egy olyan nap, amikor le lehet ülni egy sörre, lehet nézni Gyimesi Lacit, vagy lehet nézni mondjuk, hogy te mondtad, Vadóc Krisztiánt. Neked ki volt a kedvenc játékosod a generációban? Hát az, az őt sehol nem emlegetik, nekem sikeres Digabi volt a kedvencem abból a játékból, Ő egyedül nem volt válogatott, de ő nélküle mondjuk nem lehetett volna a, a döme az, aki, vagy mondjuk a többi spiller a Labdát szerzett és passzolt neki, mindig ez volt a, 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 a játéknak a szépsége, amit ő előadott. És visszatérve a kérésedre, le lehet ülni, sztorizgatni, sörözni, fotbalozni, Ö, a gyerekeknek és az édesneknek se kell otthon maradni, mert a Pestimű-klubnak az elnöke egy ugrálóvárat is beszerzett a, a csarnokba, úgyhogy ameddig az apukák és a játékosok fociznak és söröznek, a gyerekek ugrálhatnak. Mert hogy a gyerekeid is kis perszurkolók? Igen, mind a és amelyek csak ott vannak? Hát most pillanatilag még, még szurkolói kártya van, addig nincs, de addig ott voltak. Majd ha eltörlik két év múlva, akkor újból ott lesznek. Ja, értelek. No, nézzük, térjünk vissza magára az Egyesületre, meg erre a futballházra. Milyen a látogatottság, és mennyire élénk és eleven az a kapcsolat, amire te azt mondtad, hogy hát ez gyakorlatilag non-stop, tehát minden nap lehet találkozni veletek, és megvan a lehetőség egy, 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 egy élő eleven klub életre. Azt kell, hogy mondjam, hogy a meglepet nálam legalábbis a kellemes meglepetés a látogatottság, nagyon sokan jönnek, vidékről jönnek nagyon sokan, külföldről jönnek nagyon sokan, úgyhogy a vártnál több látogatónk van, és kellemes a meglepetés. A bozsikba ti régi, öreg, újászok, hogy így fogalmazok, szóval ti ki jártok a meccsekre? Igen, van egy kemény mag, aki majdnem minden hazai meccsen ott van, és mindig vannak a éppen ráérő hétvégi apukák, nagypapák, akik kijönnek. De hát rendszeresen vagyunk ott 8-an, 10-12-en, igen. És uh el szokott szorulni a szíved, ha végignézel a -e lelátón, meg mondjuk azokkal a szurkolókkal, akikkel találkoztok a klub életben, meg találkoztok most ezen a hétvégi rendezvényes, és te őket nem látod ott a, hát, a nem csak a szívem tagimban. szorul el, a szemem is összeszűkül, mert megpróbálom összeszámolni a jelenlévő nézőket. Top, hát igen. vannak 127-en, és abon, mi 12-en, de ez durva. De pont azért szeretnénk erősíteni a kapcsolatot a játékosok és a szurkolók között, mert egy érzelmi kötődés nélkül nem lehet klubnak szurkolni, drukkere lenni. Ezt szeretnénk visszahozni egy kicsit, remélem, hogy ez nem egy álom, vagy nem egy mesevilág lesz, és abban reménykedünk, hogy ezáltal több néző fog kijönni a honvéd mérkőzésekre. Majd akkor, ahogy említetted Feri, mert itt van egy honvédtól független akadály, ami ami egy ilyen elvi kérdés lett nagyon sok ultrán illetve szurkolónál, ez a bizonyos kártya, de most ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy azt lehet mondani, hogy akkor ez egyfajta egy ilyen, egy ilyen alternatív terepe, ez a kezdeményezés annak, ahol, ahol egy klub a szurkolóival tudja tartani a kapcsolatot és ápolja a tradíciót, de valahogy mégis a valódi klubházon kívül van. É, igen, itt valahogy, valahogy a saját magunknak az urai lehetünk és nem is tudom, egy jó pár évvel ezelőtt még a, talán felevelíti egy picit a, a régi teremtornákat, ami óriási divatja volt egy 5-10-15 évvel ezelőtt. Aztán ezek persze folytatódnak, mert a, gyakorlatilag minden nagyobb szurkoltábor szervez télen futballtornát, vagy maguk között, vagy a barátaikkal. Ez most egy kispesti futballtorna lesz, végül is a, a játékosokkal ennek is meg lesz a varázsa. Soroljuk egy kicsit a neveket, hogy ki mindenki lesz ott? Én már említettem egyet-kettőt. Talán lehet, hogy az lenne az egyszerűbb, hogy azt mondanánk, hogy a nagyok közül ki nem lehet ott, nem? mert hogy nagyon sokan elmennek. Ö, nagyon reméljük, hogy aki visszajeleztek, mindenki hmm. el tudjon jönni, családi, egészségügyi egyéb problémák nélkül. Hát sajnos a régi nagyok, ugye a Bozsik Puskás értelemszerűen nem tudnak ott lenni, de a régi nagyok között lesz Komora, Nagyanti Eszterházi Garaba, Gújdár, Pintér, pál Józsi. Marosi Laci, Tusinger, Tajti, tehát azért Tóth Kálmán egész becsületes név. Az újak közül, meg viszonylag régi új közül a Détár, mondanám, Andrus, Sallai, Kovács Kálmán, Hamarpista és elnézést, akiket nem soroltam. Fel. Azt nézzük meg, hogy ha ha 20 év múlva lesz egy ilyen rendezvény, és hogyha már hagyományteremtő célral szervezitek, akkor azt lehet mondani, hogy 20 év múlva is lesz ilyen rendezvény, igaz? Mindenféleképpen szeretnék 20 év múlva itt ülni ebbe a fotelbe ugyanígy, ugyanebbe a tessújjal, ugyanilyen hajjal, és válaszolni a kérdéseire. Nagyon helyes, és akkor például, ha meg fogom kérdezni, hogy a 20 évvel ezelőtti honvédból most kiket hívtatok, mert akkor mekkora lesz a népsor, és kiket fogsz sorolni. Remélem, hogy nem az olvasó táblának kell itt futni, mellettem még tudom majd mondani fejből. Nagyon szeretnék 20 év múlva a leendő bajnok csapat tagjai közül is meghívni egy párat. De hogyha a mostaniakról beszélünk, Laci? Kezdjük a vadósznál, ugye ő még aktív. Aztán van egy kemenes szavolcsunk, van egy hidi patrikunk, és akkor még a fiatalokról nem beszélek, akik remélem, hogy átérzik a rendezvény folyamán is, hogy mi az, hogy a honvédhoz tartoznak. Ez egy nagy család, nagy baráti kör és remélem, hogy nem lesznek olyan gondolataik, hogy ha oh, valami nem sikerül, egy vagy két uh -huh. hétig á, elmegyek, mert ott, ott talán jobb lesz. Tehát elbe is szeretnénk lépni egy kicsit. Ezen a rendezvényen lesznek egykori légiósok? Akkor ugye jóval kevesebben voltak. Hát sőt, amikorunkban Akkor nem még is volt. Egyáltalán nem voltak. Én úgy tudom, hogy csak idézőjelben magyar játékosokat hívtunk meg, és ez nem rasszizmus vagy kirekesztség, de ö, nem jutott eszünkbe, vagy nem volt elérhetőség olyan játékos fele, aki valamikor nálunk volt és nem magyar számadású. Mert hogyha te is visszagondolsz a régebbi időkre, amikor már megjelentek akár a légiósok, <kül> akkor azért van, talán lehet mondani néhány olyan játékos. A két légiósként is uh, úgy írta be magát a kispesti uh, foci történetbe, hogy ma is szívesen látnád, nem? Igen, volt például egy Robert Varzsihánk, akit mindenki szeretett és megfordult a világnak több pontján is. Nem jutott eszünkbe, be, hogy, hogy ne olyat hívjunk, aki, nem kispesti vagy magyar labdarúgó volt igazából így fogalmazni. Hát világos, ez érthető ennek a rendezvénynek a célja. Ugye Détergő is azt nyilatkozta a Nemzeti Sportban, hogy a szurkoknak már csak egy hónapot kell várniuk, és láthatnak kispestieket az öreg fiúk csapatban. Hát ennyire rossz a helyzet a maiaknál? Szerintem de arra gondolt, hogy az öreg fiúk még mindig azt játsszák, amit aki nem felejtett el, amit megtanult annak idején, és lehet a régi focit, de akkor foci volt. Uh -huh. Ennek fényében nem is a mostani csapat szerepléséhez mit szóltok, hanem mit szóltok az egyébként Kispesti gyökerekkel rendelkező csábi vezetőedző mostani menesztéséhez? nem tudom a valós okokat, mert sem a Józsival nem tudtam beszélni, sem a öltözön belül a játékosokkal, sem a vezetéssel. tehát nem tudom az igazi okot, anélkül meg bármi véleményt mondani, felelőtlenség lenne. Feri szurkolóként? Szurkolóként, tehát... A kerítésen kívülről. <laughs> kerítésen kívülről. Óriási butaság. Én, mint szurkoló, úgy gondolom, nem is tudom, két vagy három héttel a bajnoki szezon kezdete előtt elküldeni egy edzőt. Legalábbis mi szurkolók így láttuk hát hogy, hogy mi lehetett a színjáték, vagy a színfalak mögött, az, valószínűleg csak a Hemingway úr meg, meg tudja. Mindenesetre Csábi József ott lesz a ott lesz, rendezvényen? Reméljük, igen, hogy nem kapott olyan sebet, hogy ne tudjon eljönni. Hogy játszani legalábbis tud. Milyen tavaszra számítatok az előzmények ismeretében? Most is érkezett kilenc külföldi játékos, érkezett régi új külföldi edző nem áll túl fényesen a csapat, mégis mire számítatok? Igen, nekem nagyon régi fájdalmam ez a honvéda kapcsolatosan, hogy én a csapatépítést nem látom. Az, hogy most új edző van, két hónap alatt kirúgják, vagy új, az mind mellékzönge. Nem látom az évek óta tartó, nem is tudom, logikus vagy okos csapatépítés. Igen, igen. Van egy akadémia is. Hol vannak az akadémisták? Én, Szerintem... én úgy gondolom, hogyha. Ha azok az akadémisták, akiket visszahívtunk, és ősszel azt mondják, hogy meghatározó játékosok voltak abban a csapatban, ahol kölcsönadták őket, akkor, akkor, akkor benn marad a honvéd, és szép tavasz elé nézhet. Ha mind a kilenc idegen légős játszani fog az igazoltak közül, és mondjuk kettő lesz mellett, aki nem, akkor kiesünk, de akkor meg is érdemeljük. Mert akkor úgy gondolom, hogy akkor viszont föl fogja kapni a... A, a fölk, kapni az illetékesek a, a fejüket, hogy Úristen, ez a ami történik most már jó ideje. Na mindesetre ti a tradíciót ápolgatjátok és őrz, őrzitek a hétvégén. Ott van a lehetőség a nem is annyira régi, meg régi nagyokkal is találkozni. Sok sikert hozzá. Köszönöm szépen. szépen, hogy itt voltatok.